Az estei vendégeit beszédével köszöntötte Potápi Árpád János államtitkár, a térség országgyűlési képviselője, Pintér Szilárd Dombóvár polgármestere és Naszvadi Endre, a Dombóvári Vállalkozói Egyesület elnöke. Itt élünk, ez a mi hazánk, ez a mi városunk, ezért mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ez a város fejlődjön, illetve a vonzás körzete is fejlődjön. Az önkormányzat és az egyesület mindent megtesz annak érdekében, hogy a jövőben Dombóvára vállalkozások betelepüljenek. Ma este kerül harmadszor a megrendezésre Dombán a vállalkozóival. Mindez köszönhető annak, hogy létrejött a Vállalkozói Egyesület már 4 éve, és egyik kiemelt rendezvényük ez a vállalkozóival a Dőri Lecsé Fesztiválon túlmenően. Nyilván az idei év egy kicsit furcsa volt, hiszen nagyon korán volt húsvét, ezért farsang időben nem tudtuk megrendezni, ezért azt gondoltuk, hogy húsvét után 2 héttel. Helyszínt is váltottunk, egy picivel impozánsabb környezetbe jöttünk ki. Nyilván ezt köszönhetjük annak, hogy nagyobb az érdeklődés, hiszen eddig alig súroltuk alulról a 100-at, most már közel 130-an vagyunk ma este. Köszönöm szépen! Dr. Havasi Dezső ezen a rendezvényen vehette át a Dombóvár díszpolgára kitüntetést. Lassan 50 éve, hogy Dombóvárhoz intézményesen semmi formában úgy nem kapcsolódom, csak a szívem és a szüleim sírja Kaposszegcsőn. Úgyhogy gyerekkoromból a zeneiskolai évek és a csodálatos gimnáziumi évek kötnek Dombóvárhoz, és ma módom volt megnézni a gimnáziumban a régi tablónkat, és emlékezni a régi tanárainkra, akik közül óriási büszkeség számomra, és megtiszteltetés, hogy a soraikba léphetek, úgyis, mint díszpolgárok között, a Szőkeházas pár, Gömböri József, és hát aki hálával emlékszem a gimnáziumban, Kovácsi Tibor, az olasz tanárom, aki akkor elindított egy olyan pályán, ami olyan erkölcsi tartást adott, tényleg nem csak oktatók, hanem nevelők is voltak. Az este méltó helyszínéül a Dombóvár Gunarasban található Superior fürdőszálloda étterme szolgált. Úgy gondoljuk, hogy minden évben egy kicsit ünnepelés kell. Hál' Istennek meg is tehetjük, mert ugye most már ilyen Covid és egyéb nehezítő tényezők azok megszűntek. A megelőző bálokat azokat ugye más helyszínen szerveztük, de hál' Istennek olyan jól sikerültek, hogy kinőttük a helyszínt. Meghatározók a városban a mezőgazdaságot képviselők, de az iparban is vannak jelentős vállalkozások. Túl nagy taglétszámmal nem működünk. Ennek az oka, hogy úgy határoztunk, hogy minden területről megpróbálunk csak egy szemét az egyesületbe bevonni, és ezért körülbelül olyan 25 fős taglétszámunk van, és az a 25 fő, ez mindenki más területen ténykedik, és így jól lefedjük a teljes spektrumát a vállalkozásoknak. A vacsora előtt a bálozók a Vivaldi Bachus zenés előadását élvezhették.